Utószó. Ez a könyv nem látó és látó emberek széles körű összefogásából született. Látástól és nem látástól függetlenül mindannyiunk közös érdekét szolgálja. Amikor úgy éreztem, hogy az elkészült beszélgetések alapján már hitelesen be tudom mutatni a Magyarországon élő csaknem 43 ezer, alig vagy egyáltalán nem látó ember életét, nagy elszántsággal útra keltünk kicsivel, német juhász vakvezető kutyámmal, hogy megértő könyvkiadóra találjunk. 6 kiadót kerestünk fel, de végül is csak annyi eredménnyel jártunk, hogy az egyik ügyvezető igazgató azt mondta: ha hoz nekem ajánlást a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől, akkor majd elgondolkodom a könyv kiadásán. Nem szívesen mentem az említett hivatalba, de az ügy érdekében kihúztam magam, és bekopogtam a nagy, hangszigetelt ajtón. 2 hét múlva a hivatal pecsétes, fejléces levélpapírján mindössze 2 nyúlfarknyi mondat állt, ám közülük is csak az egyik szólt érdemben az ügyről. Szíves figyelmébe ajánlom Reményik László írását. Hát ez remek. Szomorúan közölhetem, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége érdemben nem támogatta ezt a könyvet. Megemlítettem a könyvtervét egy ismerősömnek, Dvorszky Csillának, a Fehér Kereszt Állatvédő Liga egyik jó szellemének, és elpanaszoltam, hogy minden eddigi kísérletem kudarcba fulladt. Ő ajánlotta a figyelmembe Simóni Avarosi Éva szerkesztőt, korábban a Háttérkönyvkiadó irodalmi vezetőjét. Az Angyalföldi utcabál alkalmából rendezett keverék kutya szépségversenyen találkoztam Évával, lemezen átadtam neki az összegyűjtött beszélgetéseket. Miután elolvasta, Éva azt mondta: kitűnő anyag, ismeretlen új világot tár fel előttünk, látók előtt. A legjobb értelemben sikerkönyv lehet. Egyetértett vele a Háttérkönyvkiadó ügyvezető igazgatója, Balog Ferencné is, aki kijelentette: ha meg tudjuk teremteni hozzá az anyagi alapot, örömmel adom ki. Felhívták a figyelmemet a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány egyik pályázatára. Közben Tímár Péter filmrendező és Szohár Ferenc gyártásvezető ajánlására a Megafilm Kft. Ügyvezető igazgatója, Kálomista Gábor felvette a könyvet a készülő Vakvagányok című film promóciós költségébe. Remek lehetőség kínálkozott arra, hogy a kép és a betűk segítségével egyszerre jelenjünk meg mi, nem látó emberek, a nagy közönség előtt. Apait, anyait beleadtam a pályázatom könyves és filmes szakemberek támogató ajánlásával gazdagított indoklásába, alig fért bele a nagyméretű borítékba. A 4 fogyatékos csoport egyikét teljes hitelességgel mutatta be az anyagom, sőt, népes táborukat magam is gyarapítottam. Mindezek ellenére a közalapítvány egyetlen forinttal sem járult hozzá a feltehetően, még az országhatáron túl is páratlan vállalkozáshoz. Úgy döntöttem, csak azért is összeszedem a könyv kiadásához szükséges pénzt. Éppen 1 éve jártam a könyv megjelentetés rögös útját. Kicsi és Fehér Botom társaságában most újra útra keltem. 4 hét alatt 100 céget kerestünk fel. A vállalati irodákban gyakran okoztunk tanácstalanságot, de a döbbent csendet a mondani valóm és Kicsi varázsa hamar feloldotta. A nyár folyamán újabb 80 alkalmat ragadtunk meg a pénzgyűjtésre. 3 hónap intenzív nyári kutyasétáltatás eredményeként összegyűjtöttük a könyv kiadásához szükséges összeget. Ugye megérte? Szeretném megköszönni a következő személyek önzetlen segítségét. Antalóci Attila, Aradi Zsoltné, Balog Anikó, Buella Mónika, dr. Csaba József, Darvas Györgyi, Dvorszky Csilla, Fekete Gyöngyi, Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 13. kerületi Dagály utcai könyvtára, dr. Fujér Angéla, Fülöp Edina, Gál Zoltán, Helesfai Katalin, Hunyadi Mátyás általános iskola, 13. kerület, Ilonka Mária, Jádi Krisztina, Kálomista Gábor, Kelemen András, Kicsi, Koltai Ágnes, Láng Klára, Lepsényi Klára, Májer Andrea, Néveri Katalin, óvoda, általános iskola, speciális szakiskola és diákotthon, Vakok általános iskolája, dr. Pap László, Parai Sándor, Pór Erzsébet, Reményik Lászlóné, édesanyám, Rétiné Csilla, dr. Salac György, Sas Manuela, Simóni Avarosi Éva, Szohár Ferenc, Szőcs Vanda, Tímár Péter. Köszönetet szeretnék mondani továbbá a könyv anyagi támogatásáért a következő cégeknek, szervezeteknek és magánszemélyeknek.
AB Egon általános biztosító RT, ABB mérnöki kereskedelmi és szolgáltató KFT, Adoriani Tibor, Aquafood ipari szolgáltató és kereskedelmi KFT, Béres RT, Dokuku KFT, Egymást segítő egyesület, General Providencia biztosító RT, gyógyászati segédeszközök gyára, Internetto, Intrasmas, GVC Magyarországi Fióktelep KFT, Kovács Péter Mantra Alternatív Természettudományi Főiskola, Optim KKT, Pagonytáj és Kertépítészeti Iroda, Richter Gedeon RT, Safa Beruházás Szervező, Tervező és Kivitelező KFT, Sulek Vilmos Alapítvány, 2. számú Szemészeti Klinika, Unilever Magyarország KFT. Külön köszönet jár két fő támogatónknak, akik elementáris erővel álltak a könyv mellé, a Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottságának, valamint Budapest Főváros 13. kerületi önkormányzatának. Tisztelettel megköszönöm annak a 90 embernek is a bizalmát, akik elmondták nekem életük főeseményeit. A velük készült 77 beszélgetésből válogattam ki a könyvben szereplőket. Általuk emberileg gazdagabb lettem, és nagyon örülök, hogy közös munkánk közkincsé válhatott. A Budapest Főváros 13. kerületi önkormányzata által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok, valamint a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 13. kerületi könyvtárai ingyen példányokat kaptak, hogy minél szélesebb olvasóközönséghez jusson el ez a könyv. Az óvoda, általános iskola, speciális szakiskola és diákotthon, vakok általános iskolája pontírású és síkírású példányokat kaptak a könyvből. Mindazok nevében, akik sötétben is látnak, köszönjük, hogy elolvasta sorainkat. Viszontlátásra. Reményik László és Kicsi. Vége.